Üdvözlök mindenkit, Bálint Erika vagyok a Tapéta Karnis Kft-től. Ma ezt a falat fogom fóliázni, mégpedig ezzel a Skandinávien, azt hiszem ok, 200 kötője 8299-es a cikk száma, az biztos. Amit már itt csináltam, ugye egy konyha felújításban vagyok, ide felraktam egy ilyen csíkos tapétát, hát itt megmutatom nektek, nem bírtam már ki, annyira meleg volt, muszáj kénytelen voltam felrakni a szalagfüggönyt, ha bár szerettem volna élőben megmutatni, hogy hogyan is kell, mert nem olyan nehéz, de iszonyúan bejött ide mindig a meleg, úgyhogy eddig bírtam, felraktam, és akkor most kipróbáljuk, hogy az öntapadós fólia milyen a falon. Ez a fal, amit így néz ki, hogy odáig ugye tapétáztam, a sarok, ezen van ugye az ajtó, és akkor ezt fogom fóliázni. Nem tudom, hogy meddig jutok ma, nagyon sokáig nem akarom rabolni az időtöket. Amivel fogom kezdeni, hogy ott van egy sarok, és itt van ez a sarok. Ennek van egy pici hajlata, oda úgy gondoltam, hogy levágok egy pici, egy 2 centis csíkot körülbelül, mert hogyha nem fogom tudni behajtani erről az oldalról a fóliát, akkor ne legyen mégsem hiány. Ez itt a szekrény tetejéig 90 centi, úgyhogy le is vágtam már egy ilyen 90 centis darabot, de ugye nekem ennek most csak innen a széléből fog kelleni 2 centi. Ugye be van rácsozva a hátoldala, és akkor én ezt itt le is fogom most mindjárt vágni. Ugye mindig úgy vágunk, hogy vágólapon, és egy fémvonalzóval. Itt nekem egy kicsit föltart itt a mosogató, úgyhogy csak ilyen kis részletekben fog most menni, de nem tudtam ennyire előre készülni sajnos. Jó lett volna levágni előre. De gyorsan megvan ez. Közben mondom, hogy aki szeret fóliázni, annak érdemes most belépnie a Tapétakarnisos Ötletek nevű csoportunkba, ugye ott megy most egy nyereményjáték. 2 hetente hirdetünk nyertest, a múlt héten volt nyertes hirdetés, úgyhogy a héten nincs most, ma nincs, de jövő héten az élőben megint lesz, és ehhez nem kell más, csak hogy feltöltsd valamilyen alkotásodat, amit csináltál ugye fóliából. És egyrészt megnézzük, hogy ki kapja a legtöbb lájkot, ő fog egyszer nyerni, a másikat pedig kisorsoljuk. Jó, tehát itt levágtam egy pici csíkot, de most mindjárt vágok még egy darabot. Itt ez a részem, ez itt fönn, tehát ott egy 90 centist vágtam csak oda a sarokba egy picikét, és egyébként pedig ez a rész, ez itt 126,5, hát egy 128-at fogok vágni, hogy mindenképpen elég legyen. Itt akkor így is indulunk. 90-től indulunk, akkor a következő 90-es ugye 1 méter. 1 méter, utána van 10, 20, és akkor volt 90-estől 90-ig volt 1 méter, 10, 20, 25, és akkor itt van a 28-as. Majd ezt a konyhaszekrényt is le fogom fóliázni, csak előbb szeretnék így a falakkal végezni. És hát úgy beszéltük a lányokkal, hogy ugyanezt a fóliát fogjuk felrakni majd, vagy fogom felrakni a szekrényre is, de hogyha valami más ötletetek van, vagy mást szeretnétek látni, akkor nyugodtan szóljatok, mert nekem teljesen mindegy, hogy mi kerül ide. És ki is próbálhatunk valamit, hogyha valamire kíváncsi vagy, hogy mi hogyan mutat együtt,
Én benne vagyok, itt nem vágtam át rendesen. Jó. Akkor nézzük először. Megpróbálom úgy csinálni, hogy ne csak a hátamat lásd, remélem, hogy összejön. Így. Pillanat, inkább innen fordulok. Jó, tehát idáig tapétáztam, és akkor itt van nekem egy kicsi hézagom ízek, igazából itt lentebb már nincs is, viszont itt nem fogok tudni szerintem úgy befordulni a fóliával, és akkor ezek a fajrezetű fóliák szépen tudnak idomulni, illetve szépen lehet illeszteni őket. Igazából nem látszik semmi, hogyha mellé illesztjük a másikat, tehát abban bízom, hogyha ide rárakom majd itt a rendesen a fóliát, akkor nem látszik majd az illesztés, viszont itt meg eltakarja ezt a sarki részt. Benyomom mögé, mert ott annyi elég. Jó, ezzel meg is vagyunk. Ez jól odaragadt. És akkor most nézzük a fóliát. Ugye ezt úgy kezdjük el, hogy lehúzunk egy darabot, és visszahajtjuk. Amikor ilyen egész falra raksz fóliát, akkor én azt javaslom, hogy mindenképpen ilyen 15 méteres tekercsel dolgozz, mert hogyha 2 méteresekkel dolgozol, elképzelhető, hogy nem egy gyártásból fognak kikerülni. Kicsi az esély, de elképzelhető, és akkor nem lesznek egyforma színűek. Ugye ez a tapétánál, a normál tapétánál is így van, csak ott ráírják a színszámot, és ott mindig tudjuk, hogyha valami nem fog egyezni. A fóliánál ezt nem tudjuk, és nem is szokott gond lenni, mert ugye megcsinálsz egy ekkora szekrényajtót, ha befordulsz, vagy van egy ilyen csík, itt mutogatom közben, akkor ott már valószínűleg nem fog látszódni, de itt a falon, amikor végigmész ilyen teljesen egyenesen, akkor bizony sanszos, hogy az ott látszódni fog egy színkülönbség, és az nem szép. Na hát akkor nézzük meg, még ilyet nem csináltam, főleg ilyen szélessel, és mindjárt csak a madzagok itt beakadtak. Jó, felhoztam a simítót ezért, biztos, ami biztos. Már össze is ragadt. Itt, amikor ide próbálod, itt jó is, hogy így rögtön kigurult, mert akkor itt lehet látni, hogy elég lesz-e a fólia. Ugye ezt mindig meg kell nézni, mielőtt elkezded ragasztani, hogy az adott darabra elég nagyot vágtál ele. Én itt teljesen fölrakom ide a sarokba, már itt a mennyezetnél, és a tapétánál is nagyon fontos volt, hogy teljesen egyenesen indítsam, mert utána ugye a többi csík az is mind ezt fogja követni. És hogyha az nem jó, akkor az összes többi el fog menni. Na, akkor ezt megpróbálom balkezes módon csinálni. Tehát alulról húzzuk a fóliát, és fölülről pedig simítom. Megpróbálom úgy, ahogy bútoron is csinálnám, hogy picit lefele, aztán jobbra és balra. Ugye én megmondom őszintén, nem szoktam javasolni az öntapadós fóliát falra,
De mivel tudom, hogy vannak olyan helyzetek, amikor ez a jó megoldás, ezért itt hajlok rá, hogy kipróbáljam, és akkor így legalább nektek is tudok már tenni javaslatokat. Itt amire én rakom, ez egy normál festett fal, disperzittel lett annak idején lefestve. A rücskössége az hát ilyen átlagos, tehát mivel ez egy üzlethelységnek a konyhája, itt nem volt cél, hogy ez teljesen tükörsima, gyönyörű szép legyen. És ennek megfelelően egyébként, onnan nem látjátok, de azért ez átveszi a falnak a rücskösségét. Mondjuk egyébként nem zavaró. Ugye itt a másik falon ez a vastag tapéta van. Hát itt például, itt van egy nagyon kicsi kis kiálló valami rücsök, az rögtön kijött. Tehát a tapéta az teljesen sima, ezen semmi nem jött át. Itt már most látom, hogy látszódik, de mondom, tehát vannak azok az élethelyzetek, amikor meg olyan helységek, ahova ez jó. Tehát tudom, hogy ilyen ideiglenes konyhába, kollégiumba szoktátok vinni, tehát vannak. Tehát lejjebb jövök. Elég kicsi itt a hely. Ott nem fogok tudni már beférni. Már mindjárt kitalálom, mi lesz, ugye? Szerintem betolom oda a vonalzót, és akkor azzal egy picit szerintem ezt le lehet simítani. Nem is néztem, hogy pont jó, hát mondjuk lehet, hogy annyira nem jó, mert ugye itt be akartam hajtani majd itt az ajtónál, de pont ide jött a széléig. Buborékok egyébként nincsenek alatta, az meglepő, mert egy bútorlapon már biztos, hogy lett volna egy csomó buborék szerintem. Itt van ez a kis pöcök, amit az előbb észrevettem. Úgyhogy azért is nem nagyon kell egyébként így oldalra tolni, mert nincs. Ugye mindig a buborékokat szoktuk kitolni, de nekem itt ezek nincsenek. Egy picit visszahúzom, hogy itt jobban rá tudjam ütögetni, hogy olyan szépen elvágólag legyen, és utána mindjárt mutatom nektek, hogy itt hogy is van, csak zsinórokra figyelni kell. Jó, tehát itt úgy van, hogy itt van ugye a festett rész, azt mindenképpen el kell takarni, én ezt meghagynám, hogy ez a szegély ez látszódjon, vagy tegyem rá. Ott. Lehet, hogy ráteszem. Végül is tök szépen mutat, és akkor nincs még egy felület. Szépen rásimítom, mert pont akkora lett, ugye 126 és felett mértem, 128-at vágtam le, és úgy látszik, hogy itt ugye ez a kiállása, meg a lejövetel, ez pont így szerencsés volt. Na most itt viszont oldalt, ez így nem jó, hogy kb. 1 mm-t jön ki, ami szerintem gagyi. Lehet, úgy fogom csinálni, rásimítom, és akkor úgyis úgy szeretném majd ragasztani, hogy egy picit rá átlapolom. Ugye a tapétát, ezt egymás mellé raktuk, ezt pedig át fogom lapolni, mert azért egy picit össze tud menni a fólia egy idő után. És hogyha itt átlapolva teszem itt fölül, átlapolom mondjuk 1 centit,
akkor itt szépen rámegy, befedi majd, és akkor itt is be tudok majd fordulni. Itt nagyon csúnya nekem ilyen repedezett, azt szeretném, hogy akkor ezt is eltakarjam, úgyhogy biztos, hogy át fogom majd ide is húzni erre a fehér részre, annál is inkább, mert az ajtó is a kerettel együtt le lesz majd fóliázva. Most itt az a kérdés, ugye, hogy milyen hosszút vágjak, mert itt megint csak egy ilyen csík kell nekem, így hosszában. Mindjárt mérünk egyet. Az ajtóig, az ajtó tetejéig az 60,5 cm, akkor itt ugye be akarok menni még ide, illetve még ezt is le akarom, el akarom takarni, ez akkor itt ez volt 60,5, ugye? 60,5, itt lefelé van 2, az 62,5, és még itt is le fogok jönni szerintem 2 centit, mert elférek. 62,5, legyen másfél, 60, 64-et fogok vágni rá. Ide pedig a szélére, ide külön fogok majd vágni. Jó, akkor vágok először egy 64,5 centit. Ez ugye az alátétje volt az előzőnek, ezt mindent összehajtom. Jó, és akkor ide meg majd vágok egy hosszú csíkot külön, mert ezt egyben levágni ide emiatt a teljes hosszat az szerintem butaság, de majd egy nagy 2 méterest akkor vágok. Most pedig akkor ide jöhet egy 64 centis. Jó, 20-tól indulunk. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ott volt 2-vel kezdtük, és akkor még 2-t. Jó. Szóval, aki részt vesz a nyereményjátékunkban, az tud nyerni egy még ettől is nagyobb vágó alátétet, mert ugye az óriás vágó alátét van meghirdetve, de nem mindenki kérte eddig azt. Aki nem azt kéri, az be tudja váltani egy 45x15 méteres valamilyen normál DCTX fóliára, vagy más fóliára is, de ami ebben az árban van, úgyhogy javaslom, hogy fóliázatok és töltsétek fel a tapétakarnisos ötletekbe. Na, akkor jó, akkor megint szép húzom, visszahajtom ugye az elejét. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz, mert tényleg nem csináltam ilyet, de aki néz engem, az tudja, hogy én nem vagyok gyakorlott fóliázó, viszont pont azért csinálom, mert hogyha valamit el lehet rontani, azt valószínűleg el fogom rontani, és akkor legalább az én hibámból tudtok tanulni. Igen, ezt így nehéz lesz úgy megcsinálni, hogy egy picit arrébb viszem a létrát, hogy jobban lássátok, és ne a hátamat kelljen nézni. Csak kicsi itt a hely. Jó. Így talán jó lesz. Jó, tehát így lehúztam az elejét, hogy meg lehessen kezdeni, és azt mondtam, hogy erre 1 centit rá fogok hagyni. Itt pedig megpróbálok egyenesen indulni. Ugye megint megnézem, hogy elég lesz-e. Majd egy picit lett benne egy pukli.
Na, vissza lehet húzni, úgyhogy ez egy jó hír. Én ettől mindig nagyon féltem, hogy a falról nem tudom majd visszahúzni, mert régebben, amikor én próbáltam így a villanykapcsoló köré ilyesmit tenni, akkor mindig az volt a baj, hogy feltettem, lehúztam, és akkor húzta a festéket, vagy éppen a tapétát is. De úgy látszik, a diszperzites halat bírja. És itt, hogyha megnézed, akkor láthatod, hogy itt vannak repedések. A tapéta alatt a repedéseket kiigazítottam, illetve kigletteltem. Volt egész nagy lyuk, azt ki is kellett gipszelni. De itt a tapéta, a fóliánál ezt nem csinálom. Szerintem ez az anyag, ez annyira erős, hogy ez bírni fogja, de majd meglátjuk, hogyha látok valami változást, akkor ezt mindenképpen el fogom nektek mondani. Ez is jó. Itt van ugye, hogy továbbmentem, és itt akkor azt fogom csinálni, hogy itt egy picit ugye lelóg. Nem picit, itt van a teteje. És akkor ezt én itt bevágom. Csináljam, hogy lássátok. Itt bevágom párhuzamosan a fallal, ugye vezette a kést a fal, és akkor ide ezt be fogom hajtani. Egyébként, amikor egy picit így középről jobb kezdeni, ezt azért tudom, mert ajtókeretet már fóliáztam, arról fent is van a videó, és ott alkalmaztam ezt a technikát, ez nagyon jó volt, nekem nagyon bevált. Egy picit meggyűrődött, de itt át tudom vezetni a másik oldalra, illetve ide be is ment. És nagyon szépen meg lehet csinálni az ajtókeretet egyébként. Egy ettől sokkal bonyolultabb ajtókeretem van otthon. Tudjátok, amikor így rá van pakolva folyamatosan, még itt is egy léc, ott is egy léc, és akkor ilyen három lépcsőt kell gyakorlatilag áthidalni. Hát figyeljetek, ez tök jó lett. Az élesztésem az itt húzódik, de ha valaki ezt látja, szerintem ezt nem lehet kiszúrni. Most akkor vágok ide egy ilyen hosszú csíkot, azt nem lesz olyan könnyű levágni szerintem. Az is lehet, hogy két darabban fogom csinálni, mert én itt nem nagyon férek el. De hogyha te csinálsz ilyen csíkot, akkor mindenképpen egy darabba vágd azért, hogyha tudod, csak egyszerűen nem férek itt el. De ugyanez a technika akkor is, hogyha egyet vágsz, mint hogyha kettőt. Jó, az előbb ugye ebből vágtam, igen. És akkor itt most megint vágok. Hát többet fogok vágni, mint 2 centi, mert itt ezen a részen 1 centi van, és utána be tudok fordulni, de itt lent, ahol már ugye kiáll a csempe, itt már ez a rész is körülbelül 2 centis, és be akarom fedni az egészet. Úgyhogy én ide most 3 centis csíkot fogok vágni, aztán majd le szedem a felesleget, amikor oda jutok. Arra figyelj mindenképpen, hogy itt ugye tök kényelmes lenne így keresztbe vágni, de nem lesz szép, tehát hogyha megfordítod az erezetet, az nem szép, úgyhogy mindenképpen ilyenkor így hosszában vágjad. Egy kicsit macerásabb, de megéri. Tehát utána úgyis évekig nézed, és ezt egyszer kell megcsinálni, de tényleg mielőtt vágsz, akkor mindig gondolkozz. Én már itt párszor megjártam, megmondom őszintén, hogy nem is az erezettel, de nem volt jó a méret, nem ellenőriztem, hogy itt annyit számoltam ele, mint amennyi centit szerettem volna vágni, meg mindenfélék voltak. Úgyhogy te ne járjál így. Jó, és akkor még itt van egy kis rész, és vágok ebből a 3 centisből még egy
ilyet, hogy ne kelljen itt még egyszer nekiállni. Jó a DC Fix fólia, mi sokfélét forgalmazunk, és nincs mindegyik fóliának a hátoldala így bevonalkázva, de tehát ez egy iszonyat nagy segítség, hogy ezt megcsinálták. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti, akik néztek, vagy visszanéztek esetleg felvételről, mi az, amin most dolgoztok, vagy mi az, amit szeretnétek megcsinálni. Hogyha beírjátok, annak nagyon örülök, hogy milyen terveitek vannak, vagy éppen mit csináltok. Mindjárt ezt összeburítom. Senki? Na, akkor mindjárt nézzük ezt. Jó. Ide hozzam közelebb. És akkor ugye innen indultunk föntről, és itt egy picit túl fogom lógatni. Itt nincs megsérülve ez a... Ez így ilyen színű itt. Egy picit innen föntebbről fogom indítani, hogy mindenképpen befedjen mindent, és akkor úgy kell mennem, hogy erre is rámenjen, ide bentre, és még ide is átlógjon. Na nézzük. Jó, jobb is, hogy nem egyben vágtam le, mert itt megakaszt az egész, tehát itt, mivel van ez a kiállás, teljesen másképp kell majd tovább haladni, úgyhogy itt lehet, hogy el is fogom majd vágni. Itt pedig, hiszik-e? Itt, mivel ezt ide akarom behajtani, ezért itt így fogok vágni egyet vízszintesen. Aha. Jó. És akkor most nekem az vág be, hogyha középről indítottam mindig, először rásimítom, és akkor utána középről elindítom a... És elszámoltam. Látom, hogy keveset számoltam, mert nem fedi be a... Nem fedi be teljesen a lyukat, amit akartam. Nem olyan rettenet nagy probléma, mivel ugye úgy is fogom ezt is fóliázni, és akkor majd itt ezen a részen át kell hajtani, az biztos. Vagy megtehetem azt is, hogy most vágok egy szélesebbet, vagy mivel itt egyébként ilyen nagy a rálógás, lehet, hogy megpróbálom, és akkor újra odaillesztem, hát ha akkor jobban befedi. És itt már szedi is magával a vakolatot. Okay. Jó. Ó, igen. Ott volt elvágva. Jó, akkor nézzük újra. Most úgy, hogy arra figyelek, hogy egy picit elrébb legyen. Hogy ne takarjak rá annyit erre a falra, hanem inkább be tudjak menni. Jó, itt fönt ezt elvágom, mert ez itt nagyon sok. Jó. És akkor itt megint csak bevágom, ugye úgy, ahogy az előbb, ezzel párhuzamosan. Itt én el szoktam húzni, mert nem mindig veszem észre, hogy hol van a vége. Jó, és akkor most elkezdem, ugye megint leszélezem.
akkor jobban látom, hogy hol is kell dolgozni, és akkor elkezdem itt behajtani, és most már el fogja fedni ezt a csúnya rést. Remélem, hogy látjátok. Majd lehet, hogy kellene neki egy kis hajszárítózás, akkor jobban oda illeszkedne a helyére. Illetve itt van az, hogy ugye itt sehogy nem tudom megcsinálni, mert nagyon kiáll ettől a résztől, úgyhogy hát itt egyszerűen el fogom vágni. Egy olló. Tök jó lenne odaférni. Így, oké. Jó, itt, hogyha biztosra akarok menni, hogy ez nem fog szétjönni, akkor hozok egy hajszárítót, és jól rámelegítem. Jó, tehát az ilyen kis mindenféle kiálló részeknél a hajszárító az csodát tud tenni. Ugye felmelegíti, kicsit meglágyítja, és akkor tök jól bele lehet így tömködni a részekbe, jó? Tehát, hogyha hozod a hajszárítót, akkor megmelegíted, és utána jól megnyomkodod, csak nagyon vigyázni kell, mert annyira fel tud melegedni a hajszárító, hogy megégethet, úgyhogy ezt lehetőleg kesztyűben. Most azt nézem, hogy ez mennyire lesz jó ide. Ugye vágtam még egyet. Ezt fogom ideilleszteni, aztán lehet, hogy ez a kicsi rész elég lesz oda alulra. És itt ez a rész, ez nem túl szép. Lehet egy picit le is vágok belőle. Ugye ez csak itt a vakolat, amit nem dolgoztak el annak idején túl szépen. Jó. Oké. Na. Nézzük akkor ezt a pici részt. Addig mutatom nektek, hogy milyen eddig ott fölül, illetve a többit is mutatom. Tehát ezt csináltam most itt. Ilyen, kicsit ilyen bútorlap hatású, de klassz. Tehát ugye ne felejtsük el, hogy teljesen mosható. Akkor ugye itt van a tapéta, amit tapétáztam, és akkor itt van a szalagfüggöny, az is most került fel. És akkor most pedig itt vagyunk. Mindig egy pici ráhagyással dolgozzunk, tehát itt erre is ráhagyok egy legalább egy fél centit, centit, illetve itt ezt is befedem, ugye, meg ugye tehát ezt a műanyag szegét is, meg ezt a lyukat is el akarom takarni. Tehát itt is tovább engedem. A szegénynél szépen lehet itt irányítani, hogy merre menjen, mert itt ugye tök jól lehet látni a szélét most. Ott ez a létre volt. Lehet, hogy azért is szerencsésebb ilyen kisebb darabbal dolgozni, mert ugye nem vetemedik el annyira az anyag, a fólia, és nem fog beráncosodni, vagy ilyesmi. Okay.
Hát itt jól rá kell kézzel dolgozni. Most itt ez az élesztés nyilván ez itt látszódik. Tehát ezzel nem tudok mit kezdeni, de lehet majd a másik oldalt megpróbálom, hogy egyben hogy lehet megcsinálni, hogyha egy hosszút csinálsz, csak az kint a pulton kell levágnom a hosszú csíkot, mert itt nem olyan egyszerű. Itt ezt a többi részt majd akkor fogom megcsinálni, amikor magát az ajtókeretet fóliázom, illetve le lesz fóliázva az ajtó is, és ez a barna üveg is, mert annyira nem szeretem azért. Jó. A lenti részt is inkább majd akkor fogom azt a lentit, amikor a keretet csinálom. Most nézzük meg inkább tovább a fóliát, mert ezzel tök jó dolgozni, ez olyan látványos. Mondjuk itt, mivel sárga volt alapból a fal, annyira nem nagy duranás, de nekünk azért sokat számít. És akkor itt kell egy hosszabbat. Mindenképpen kell hosszút vágni, ugye nincs mese. Aha, és ebbe bele fog. Mutatom közben, tehát itt mindenképpen hosszút kell vágnom, mert föntről ugye itt nincsen szekrény, egészen le kell mennem, úgyhogy nem úszom meg. Mindjárt lemérem, hogy ez mekkora. Habár először azt hiszem, ide vágok egy kisebb darabot, hogy itt ne legyen olyan nagy felesleges rész, mert azzal nehezebb is lesz dolgozni. Úgyhogy ide vágok egy kicsit, ide elég lesz egy 21 centis. Akkor először azt megcsinálom, és utána lesz levágva az a hosszú. Akkor ez az, amiből a vékony, mindig elfelejtem, hogy nem azt látjátok, amit én. Jó, ez az, amiből a vékonyat vágtam, és akkor itt pedig kell egy 21 centis. Azzal nem foglalkozunk. Nézzük csak 10, 20, ez 23, akkor ez nem lesz jó így. Bocsánat, igen, ez van az, amikor ilyenkor van az, hogy rosszul mérem. Tehát magasságra, egyszer kell a magasságot ugye levágnom, az itt a 60, meg még befordulok, az volt 2 centi, ez 62, meg még lejjebb is akarok menni, 64-et lehet hosszában vágni, és akkor utána abból kell majd ide széltébe, tehát egyszer magasságra 64-et, és akkor itt széltébe pedig lehet a 21. Jó. Akkor nézzük csak. 10, 20, 30, 40, 50, 60, ott volt a 3, meg még itt egy 64. Esetleg, ha valaki megírná, hány óra van, annak örülnék. És akkor széltéből pedig 21 centit vágunk. Azt pedig 21, az itt lesz. Jó, és akkor mehetünk oda föl. Igen.
Megnyitom. Nem húztam vissza, de ez nem olyan nagy darab, úgyhogy itt könnyebben vissza lehet húzni. Le lehet szedni a hordozó rétegről. Jó, a simító ott marad, de mindegy, hát ha jó lesz így is. Akkor megint ráillesztjük egy fél centit körülbelül, úgyhogy egyenes legyen. Ez úgy látom, hogy nem lesz annyira egyenes, úgyhogy ezt visszaszedem inkább. Amikor visszaszedem, ilyen, tehát elég szép a hátulja, innen se szedte le a festéket. Le is szedem ezt a kicsi darabot inkább. És így mellé teszem, nem olyan nagy darab, ezt így is lehet szerintem. Hát jobb lett volna a simítóval, de így is jó. Megint tök jó, mert szerintem megint csak nem lehet látni az erezetet. Azért jók ezek a faerezetűek, mert tök jól elviszik a szemet. Mindjárt hozom a szikémet, mert itt be kell majd vágni, ugye? Tehát itt már a simogatás nem elég. És itt mivel ezt akarom behajtani oda alulra, ezért itt kell elvágnom ezt a részt, hogy oda be tudjon menni. Ha leszélezed itt, akkor lehet is látni, hogy hol van a sarok. Ezt pedig kézzel el tudod igazából igazgatni, hogy jó legyen. Erre majd ugye úgy is kerül majd egy teljesen új réteg, amikor a keretet csinálom. Na most még megpróbálom megcsinálni ezt az egy hosszú részt, már csak azért is, mert itt nehéz, mert van benne a villanykapcsoló, illetve lent a konnektor. Megnézzük, hogy azzal mi a helyzet. Kíváncsi leszek. Jó, ez akkor megy félre. Ezeket fölrakom, és nem kellenek. Jó, és akkor lemérjük, hogy mekkora is ez a fal. Ez nem egészen 270, úgyhogy akkor vágok egy 270-es darabot. 271-et, hogyha elcsúsznék, akkor ne legyen gond. Ezt leveszem innen. Jó. 4-estől indulunk. Jó. 50. Akkor a következő 50-esnél lesz 1 méter. Ez 1 méter.
2 méter, és akkor 2,70 kell nekünk. 10, 20, 30, 40, 50, 60 és 70. 2 centit levonok, mert ott 4-től indultunk, és akkor így pont jó lesz. Jó. Igen. Jó. Hát itt érdekes lesz egyébként ilyen nagynál belőni azt, hogy tök egyenes legyen. Majd remélem, hogy sikerül. Ott a felső rész ugye megadja egyrészt azt, hogy mennyire, hová kell igazodnom, ugye ez a kis darab tapét, amit az előbb raktam föl, de hogyha elszórom, akkor ugye mellette is majd a következő az ferdén fog menni, ha bár ott már nincs is olyan nagy hely mellette. Na, akkor itt most megint az van, hogy megpróbálom úgy belőni, hogy lássátok, illetve megkeresem a simítót. És jövök is. Így. Hát nem fogom tudni jobban szerintem bemutatni, de mindjárt megnézem, hogy az a baj, hogyha közelebb hozom, akkor viszont a hátamat fogjátok nézni. Azt pedig nem szeretném. Jó, ezt most elengedem, mert úgysem fogom tudni tartani. És itt nagyon fontos, hogy teljesen egyenesen tudjam tenni a másik mellé. Na, itt egy picit mindenfélék vannak. Mondjuk annyiból jó, hogy elég rendesen húzza a súlya, és az már megadja egyébként, hogy is lesz az egyenes. Itt a tetejét pedig azt látom. Hát körülbelül így. Nem lesz jó, ugye? Arrébb kell raknom, mert így nem fogom tudni befedni ezt a részt. Hoppá! Jó, akkor ezt visszahúzom. És ugye ezt sokkal jobban rá kell lapolnom, mert ugye itt még be is kell mennem ezt a... Hát szerintem ez egy másfél centi lehet, vagy kettő. Meg még ott is rá kell hagyni. Akkor egy ilyen, körülbelül egy ilyen jó két és fél centis ráhagyással indítom innen. Jó, rásimítom. Ó, bocsánat. Aha, hát ez még mindig, vagy jó lesz? Egy picit még mindig arrébb rakom, mert hogyha itt behajtom, látod? Akkor épp, hogy be fogja takarni ezt a kis részt, de én teljesen biztosra akarok menni, hogy ne jöjjön le a későbbiekben. Egy picit még arrébb teszem. Nagyon jó, hogy ilyen simán mondom, ez egy diszperzites fal, és ezen ilyen tök jól lehet ezzel dolgozni. Ez már így jó lesz, oké. Okay. Jó, na, akkor húzom alulról, és simogatom fölülről. Ez a pici rész is egyébként megfogja az egész, majdnem 3 méteres fóliát.
Ezt az egy csíkot még ráteszem, aztán be is fejezem mára. Még itt nyilván kivágom az ajtónál, hogy rendben legyen. De itt is tök jó, hogy nincsenek meg azok a buborékok, amik ugye mindig a bútorlapnál meg szoktak lenni, hanem tökre oda cuppan a falra. Nagyon érdekes. Majd egy picit közelebb fogom hozni a telefont, hogy láthassátok, hogy mennyire jönnek át az egyenetlenségek, mert ugye a fólia azért az egy vékony anyag, tehát mindenféle itt is megakadt egy picit, itt is volt egy kis pukli, tehát az egyenetlenségek átjönnek. Viszont tök gyorsan meg lehet csinálni, ugye? Sokkal jobban lehet igazítani, mint ahogy én gondoltam. És hát ugye van, amikor az ember ilyen buktorlapot is tesz egyébként a falra, tehát... Nem annyira idegen, hogy azt mondaná az ember, hogy még sose látott ilyet. Itt elérkeztünk a kapcsolóhoz. Na. Kapcsolónál csinálhattam volna úgy is, hogy leveszem a kapcsolónak ezt a borítását. Ilyet csináltam akkor, amikor a falpanelt ragasztottam, de most ezt nem csináltam meg, hanem ezt körbe fogom vágni. Mégpedig úgy, hogy itt vágunk egy keresztet, szépen körbevágjuk a kereten, a villanykapcsoló keretén. És utána majd kiigazítjuk. Úgy is lehetett volna csinálni, hogy a keretet azt már eleve körbe fóliázod, ilyen kis darabokkal, és akkor amikor ezt már rá körbevágod, és esetleg félremész, akkor az már nem fog látszódni. Ezzel egy kicsit el kell így molyolni. De itt a magának kereten vágom. És akkor így hajtom be mellé. De hogyha nagyon rajta hagyod a kereten, úgy látom, akkor szépen meggyűrődik, és ez nem lesz jó. Nem nagyon látjátok onnan, majd mindjárt
Ide húzom, hogy még szerencsétlenkedek vele. Itt vagyunk. Meg ott körbevágtam, és akkor itt pedig így betolom mellé, és akkor utána, ami felesleg keletkezik, azt is innen levágom. És egy picit. Jó, az a lényeg, hogy ne azt csináld, hogy itt rögtön így körbevágod, mert ahogy így elhúzódik, ráhúzódik ugye így a fólia, és hogyha itt elvágod, akkor utána, amikor ide betömködöd, akkor itt fölötte, tehát körbe fog véget érni, és akkor nem lesz szép. Tehát ugye olyan lesz, mint mondjuk nekem itt, ahol hamar vágtam el. Ez itt nagyon csúnya. Látni? Majd azt ki kell pótolnom egy kis darab fóliával. Ez itt így pont bement oda. Jó. Hát azt meg ki kell majd pótolni, ott nincs mese, de ugye az a szerencse, hogy ezek olyanok, amiket szépen lehet toldani. Okay. Ezt akkor leteszem ide. És akkor megyünk tovább, ugye lent még lesz egy ilyen nehezített tényező, egy konnektor. Aha, mindig lekapcsolom. Igen, itt néha megakad, vannak benne ilyen kis puklik. Itt pedig úgy látom itt a konnektornál, vagy a villanykapcsolónál, ez nem lett túl szép. De lehet, hogy majd visszatérek egy kis hajszárítóval. Majd megpróbálom, holnap visszajövök ide, hát ez nem lesz élőben, de lehet csinálok róla egy kis videót. Szerintem az rendbe fogja tenni ezt a kis gyűrődést, és innentől kezdve pedig már megint indul szépen. Igen, itt a konnektornál, hát ezt elszúrtam, úgy látom, hát ez lehetne szebb is. Igazából ugye ez a rész itt nagyon gázos, ezek a kis gyűrődések, nem tudom mennyire látszódik, ez az oldal, ez a három oldal jó, ez itt problémás, mondjuk úgy. Ja. Oké. Okay. Viszont itt, amikor már tovább haladok, ugye ide már nem jönnek el, tehát már itt nincs probléma azzal a fajta gyűrődéssel, tehát nem viszi tovább a hibát a fólia, hanem ott csak azon a részen volt gond. És itt megint itt vagyunk a konnektornál, úgyhogy akkor ezt lejjebb húzom. Itt a konnektorom. Lehet le is vágom ezt a sok fölösleges anyagot, ez nem kell ide. És akkor ugye itt van. Visszahúzom itt arra a magasságra, ahonnan indul a konnektor. Ezt az elejét még így jól rá tudom
Annyi. És akkor utána itt körbevágom. Vigyázz, hogy nehogy belenyúljál a konnektorba, ugye? Tehát ez megvan, ugye? Vissza kell húzni, mert képes teljesen más, hogy oda menni. Na, itt nem lett olyan rossz, úgyhogy ezt majd szépen körbe lehet vágni. Jó, tehát annyi volt, hogy itt ezen a részen vágtam így körbe az egészet, tehát nem bent a falnál, hanem onnan ide egy fél centire, tehát ezt a részt vágtam, és akkor itt szépen mellé lehet ezt rakni, de persze megteheted azt is, hogy leveszed ezt az egész házat, és úgy fóliázod. Az az igazi, de szerintem fölösleges lett volna most ezt megcsinálni. Kicsit hosszúra nyúlt ez a mai élő, nem így terveztem, bocsánat, de annyira belelendültem, hogy nem akartam abba hagyni. Remélem, hogy ti is ugyanennyire szeretitek a fóliázást, és látom majd a munkáitokat. Ahogy mondtam, a tapétakarnisos ötletekbe várom. Egyre többen fölrakják, nem csak fóliázásokat raktok föl. Nagyon örülök, amikor más dolgok is, poszter, tapéta fölkerül. A tapéta most azért is jó, mert arra is indítottunk egy nyereményjátékot. Itt. Ez teljesen más, mint a fóliásoké. Ott egy nápolyi utat lehet nyerni, mégpedig azért mi jártunk Nápolyban, és onnan át lehet menni Pompejbe. És az fantasztikus, hogy miket ástak ott előtt, tehát gyönyörű szépen megmaradtak az épületek is, és képzétek el, hogy még a fal festések is, tehát nem egyszínű falfestésre gondolok nyilván, hanem inkább ilyen poszterszerű falfestések is megmaradtak. Hogy akit kisorsolunk a tapétások közül, az oda elmehet másodmagával. Repülőt és szállást tudunk biztosítani. Na, jó. Akkor itt ezt majd be kell hajtanom, mindjárt akkor ezt levágom megint úgy, ahogy mutattam, ugye mivel ide akarom behajtani, ezért itt fölül fogom elvágni, mégpedig így. Jó, és akkor innentől kezdve ide be lehet hajtani. Kicsit leszélezzük, hogy látszódjon. És akkor utána indulhat.
azt írja, hogy le fog merülni a telefonom, mert nem bírja az aksi. 30 másodperc, úgyhogy itt most elköszönök tőletek. Nagyon-nagyon örülök, hogy itt voltatok, és várom akkor az alkotásaitokat, töltsétek fel, illetve várlak titeket jövő